Szeptember 22-én a víztoronynál várta a gyerekeket, családokat a játszótéri piknik elnevezésű programsorozat második állomása, ahol a bemutatók és interaktív műsorok mellett ezúttal is változatos kísérő programok színesítették a palettát. A gyerekek többek között kipróbálhatták a kresszpályát és az ugrálóvárat, de új lenyomat készítésre, tornára és fényképezkedésre is volt lehetőség az egész napos program során. Az eseménnyel kapcsolatban Rácné Fekete Ilona önkormányzati képviselő nyilatkozott televíziunknak. A mai nap folyamán ketté választottuk a napot, a délelőtt folyamán inkább az óvodásokra és azokra a csoportokra számítottunk, akik ugye a kisebb korosztály, és nyilván nekik való programokat is hoztunk, és most délután pedig inkább az iskolásoknak való dolgokat. De hogy mégis miről is van szó, hát ugye az időjárás ez egy kicsit hűvösre fordult, úgyhogy nyilván a délelőtti esőben kevesebben tudtak kijönni, de most szerencsére már azért vannak itt körülöttünk, az iskolából érkeztek többen csoportok. Néhány hete merült fel az a gondolat, hogy akkor a játszótereket egy picit tegyük élőbbé, és hogy hogyan lehetne kihasználni azt a lehetőséget, hogy nem csak kimennek és játszanak a játszótéri elemeken, hanem valami kis programot viszünk oda alkalomszerűen, és úgy gondoltuk, hogy akkor a múltkori Bezerédi utcai nagyon sikeres program után, ami egy nagyon kellemes napsütéses szombat délután volt, megpróbálkozunk ezzel, hogy milyen az, amikor hétköznap mondjuk akár szervezetten, vagy akár így iskolaidő után is ki lehet ide jönni. A mai nap folyamán vannak itt a rendőrségtől, ahol új lenyomatvételi lehetőség van, illetve kresszpályát állítottunk itt föl, ahol a gyerekek, akik kerékpárral érkeznek, megnézhetik, hogy éppen milyen szabályoknak és tábláknak megfelelően tudnak közlekedni. Délelőtt is és délután is egy-egy zenés műsor várja a gyerekeket. Ezen kívül természetesen fotóbox van, ugrálóvár ugye itt a hátam mögött jól látható, ami egy örök kedvenc, csillámtetoválást van, ott most éppen cukorágyút lőttek ki, és selfiebox, és sok olyan elem, ami egy kicsit leköti a figyelmüket. Fordítsd át így a kezedet. Így. Fordítsd meg a kezedet. Úgy. Bekenjük gyorsan. Nem fáj még, csiklandoz is. Jó. Hát fordítjuk. Hát tesszük. Egy mozdulattal le. Szuper jó lett. Parancsolj. Mondom, köszönöm. Délután a földesi madársuli bemutatóján vehettek részt a gyerekek, ahol többek között egzotikus papagájokkal és ragadozó madarakkal ismerkedhettek meg közelebbről. Martika, köszönjél már! Hogy? Fá! Na lógjál, mutasd meg, hogy kell lógni. Nézzétek. Papagájok a harmadik lábként használják a kőrüket a termékekben is. Mindjárt meglátjuk. Figyeljetek, Marci, hogy sír a pici baba? Oá, oá. Oda néz. Nagy tekeben. Nagy fekete csőr, és nézzétek meg, benne a nagy a fekete gömb alapú nyelve, és hogy milyen ívek vannak a csőrben. Majd a végén megsimogatjuk, most a csőrt nézzétek. A nagy fekete csőr. Én azt gondolom, hogy van a városban igen sok játszótér, és hogyha az a akár lakóközösség, akár iskolai óvodai közösség, aki ott lakik, vagy szívesen jár, de szerintem mindenkinek van a városban egy kedvenc játszótere, ahova szívesen elmegy, akkor ott nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak, hát ha felfedeznek olyan új dolgokat, amiket esetleg eddig nem, és nagyon-nagyon jó alkalom ez a kisgyerekes családoknak, ami szerintem nagyon fontos abból a szempontból, hogy a jó érzés meg az élhető város kép az kialakulva legyen itt is. Úgyhogy az időjárás az nem annyira nagy nagyon kedvező, de annál jobb a kert. Hatalmas karmokkal mindent megragadnak, a egértől a nyúl nagyságig. Ők szorítással ölnek, ugye hirtelen felgyorsulnak, és megfogják az egeret, sulat, pálcán. Elkészültetek? Igen. Ugye elriedt a... Hopp! Nagyon bátrak voltatok. A rendezvényen a Móka Duó interaktív zenés műsorát is megtekinthették a kilátogatók. Ki az az ügyes, aki kitalálja, hogy vajon milyen állat lehetett ez? Nem hernyó. Nem kígyó, hanem... A színe az nem annyira jellemző.
Nagyon népszerű állatról van szó. Ki tudja, hogy mi lehet ez? Mi az a nagyon népszerű állat, ami lehet, hogy egyikőtök másikotoknak szintén van otthon? Micsoda? Ott van, ott hallom a megfelelő. Valóban arra sétált a kiskutya, és gyerekek, hogy csinál a kiskutya? Köszönöm szépen, valóban azt mondja a kutyabarátunk, hogy... Simi, édes barátom! Samu! Kötél! De jó, hogy találkoztunk! Legalább játszhatunk kötélhúzást! Az hogy kell játszani? Úgy, hogy megfogod ennek a kötélnek a végét. Na, fogd meg! Na, jó erősen fogd meg! Ez az! Sikerül! Na, ez az! Én megfogom a másik végét, és egyszerre húzzuk! Aki erősebb, az elhúzza a másikat. Értem! Na, számoljunk. 1, 2, 3. Megütötted magad? Nagyon fáj. Nem vagyok. Hát akkor miért sírsz? Azért, mert én olyan gyenge vagyok. Sose sírj azért. Én sem voltam mindig erős. És mitől erősödtél meg? Gyere, hajolj ide, megsúgom. Hát, a kolbásztól. Tényleg? Nem, csak vicceltem. Na, gyere, hajolj ide, megsúgom. Na, mitől? Hát, a velős csonttól. Tényleg? Nem, csak vicceltem. Hát akkor mitől? Hát, a tornától. Én is tornázom. Hát akkor te is megerősödsz. Drága jó Samukám, mutasd meg nekem, hogyan kell tornázni. Hogyan kell? Szívesen. Na, ülj le. Kényelmesen ülsz? Most pedig figyelj. Előre, hátra hajlok.